Ahogy ígértük, ebben a videóban karosszéria javítás lesz a téma. Én Károly vagyok, és kezdjünk neki! Az első kérdés, ami a legtöbb emberben megfogalmazódik, miért is kell a karosszériát rendbe tenni fóliázás előtt, hiszen a fólia ápol és eltakar, nem? Hát a lóf azt az általános tévhitet, miszerint a fólia mindent konzervál, el kell felejteni. Ennek az alapjául az szolgál, hogy a sérülésmentes gyári fényezés esetén a fólia megőrzi maga alatt azt az állapotot, ami a telepítést közvetlenül megelőzte. Igen ám, de mi van akkor, ha a fényezés már nem sérülésmentes? Ez a sérülés milyenségétől függ elsősorban. Én is gyakran mondom az ügyfeleknek, mikor megérkeznek egy kvázi makulátlan autóval, hogy ezért az egy-két kavicsnyomért nem fogom szétcsiszoltatni az autót. Ennek az az oka, ha majd egyszer lekerül a fólia, a csúnya csiszolás és a gitnyomok bizony ott maradnak. A legtöbb ilyen sérülést amúgy is elrejti, de legalábbis tompítja a fólia. Na de mi van akkor, hogyha ezek a sérülések nem merülnek ki egy-két pici kavics felverődésbe? Na ezt fogjuk most kivesézni. Az egyik legsűrűbben jelentkező hiba a vízszintes felületeken, tető, géptető, alakfelpattogás. Ez idősebb autókon figyelhető meg elsősorban a tartósan magas UV-sugárzás következménye. Az utóbbi pár évben azonban megfigyelhető egy hasonló jelenség, ami az újabb 1-2 éves kocsik alsó részén jelentkezik. Ez a következménye annak, amikor tűzforró nagy nyomású gőzzel mosnak jéghideg karosszériát. Ezt nem csak a fóliák nem szeretik, az utóbbi években nagyon jól látszik, hogy a fényezést is ugyanúgy tönkreteszi. Tanulság, nem mossatok forró gőzzel autót. Alanyunk esetében már csak korából adódóan is szinte egyetlen ép elem sem volt, illetve vízszintes felületeken mindenhol jelen volt a lakfelpattogzódás. Ennek a javítására első lépésként visszacsiszoltuk a sérült részeket, ügyelve a munkahelyi balesetek elkerülésére. Ennél a kocsinál ez szó szerint az egész tetőt jelentette. Ezt általában 240-es finomságú gépi csiszolással végezzük, ezt követően kézivizes csiszolással teremtjük meg a kapaszkodó felületet a szórógitnek. A szórógittet, ahogy a neve is mutatja, szórófejjel visszük fel a felületre, majd finom vizes csiszolással érjük el a fényezés simaságú, fóliázható elemeket. Így javítjuk a lakfelpattogást. Ide soroljuk a kisebb kavics felverődéseket, ajtórányítási sérüléseket, meg kisebb találkozásokat villanyoszlopokkal. Ezek a hibák kétféleképpen javíthatóak, szerencsésebb esetben a fényezés nem sérül, csak a karosszéria deformálódik, így elég valamilyen roncsolásmentes, kiúszható eljárással a helyére rántani a formát. A másik esetben a károsodott fényezés miatt felület kiegyenlítő, közismertebb nevén gittet kell használni. Jobbára ütődések és kavics felverődés voltak jellemzőek az autón, de előfordult beazonosítatlan eredetű sérülés is. A mély sérüléseket először gittel töltjük ki, majd becsiszolása után szórógittel zárjuk a felületet. Ezt követően a tetőhöz hasonlóan ezen felületeket is vizesen csiszoljuk simára, 2000-es finomságú papírral. A lényeg, hogy sima legyen. Az egyik, ha nem a legkellemetlenebb jelenség egy autó életébe, ha elkezdi enni a rozsda. Ez számosokból előfordult a legtöbb esetben, vagy külső behatás, például leverődött festék, vagy gyári alapozás, vagy festékhiba okozza. Japán veteránok előnyben. Ilyen jellegű festékhibákból ezen az autón kimondottan kevés volt. Na az ilyenek miatt fogok ma hosszabbítóval fürdeni. Ezek javítása, kicsiszolása után csak szórógittet igényelt. Felületi rozsda volt. Egy ilyen kaliberű fólia előkészítés nagyságrendileg 100-150 ezer forint, ami nem olcsó, de enélkül gyakorlatilag a többi lépés is teljesen felesleges volna. A munka időtartamát tekintve száradással együtt 2,5 nap volt a teljes előkészítés. Azért megdolgoznak a pénzért. A hiedelmekkel ellentétben a fólia nem rejt el mindent. Vannak apróbb sérülések, amik teljesen láthatatlanok lennének, még mások olyan szinten elcsúfítanák az autót, hogy ez már határos a vállalhatatlannal. Nem beszélve a rozsdáról, ami fólia ide vagy oda, ugyanúgy terjed alatta, és ezért mindenképpen érdemes kijavítani a fóliázás előtt. Hölgyek, urak, ez a videó ennyi lett volna. Ha a témával kapcsolatban kérdésetek van, bátran írjátok meg kommentbe, mindenkinek válaszolunk, kivéve annak, akinek nem. Illetve ha érdekel a kisautó további sorsa, vagy Dávid kisportolt teste, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! YOLO! Hogy fogod megenni a levest?
megfogom és megiszom.